Szeretettel köszöntünk ma este mindenkit, egyrészt a tudatos életmód Bhakti Pád Dásszal követőit, valamint ez egy különleges alkalom, mert a mantra műhely követőit is köszöntünk. Itt vendégünkkel, vendég előadóval, Bhakti Pád Dásszal, aki Krisna tudatos szerzetes, utazó prédikátor, tanító, és nagyon régóta foglalkozik már a védák tanulmányozásával, és egy olyan különleges misszióban is részt vesz, amit ez a jelenlegi helyzet még csak fokozott, hogy a YouTube-on, Facebook-on, tehát az online felületeken is ezt a tudást próbálja átadni mindenkinek. Úgyhogy szeretettel köszöntjük még egyszer Bhakti Pád Dászt. A mai estén egy különleges témával fogunk foglalkozni, egy karmával, amit úgy nézünk abból a szemszögből, hogy egyénekre vonatkozik, vagy egy közösségekre, társadalomra, országra is vonatkozhat, az egész emberiségnek lehet egy karmája. És mindjárt így fel is jön az első kérdés, hogy akkor létezik-e egy ilyen egyéni és kollektív karma egyaránt, valamint, hogy van egy olyan folyamat, amivel, hogyha létezik ez a karma, ugye a rossz karma, akkor hogy lehet elkerülni? Üdvözlöm mindenkit! Szép estét kívánunk! Van, hát létezik egyéni karma, általában elsősorban az egyéni karma, mert a világunk egyéni személyekből áll, és amikor társadalomban emberek élnek, akkor egyéni karmából összeadódik az egyéni karmáknak a egységei, és akkor így lesz kollektív karma. És ebből, vagy hogy lehet ezt most megérteni és látni? Hát lehet látni, hogy vannak országok, és más a hangulat, más a szokások, mert a bizonyos területekre ilyen kollektív karma szerint bizonyos személyek születnek, szóval nem véletlenül valahol születik valaki. Ugyanúgy van. Hát van, hogy egyéni, mint egy embernek a karmája, de ugyanakkor van karma, mint egy családkarma, az már kollektív, kisebb kollektív. Ezért lehet látni, hogy más családok, más hangulatokkal rendelkeznek. Ezért például, hogyha, hát hogy most fogjunk utána megint a föld karmáját, vagy az ország karmáját, hogyha nagyon jámbor cselekvést végeznek, vagy sok szent élő ember van egy országban, akkor ez tisztítja a rossz karmát. Sőt, nem csak tisztítja, hanem a jó eredményeket is eredményez, mint a anyagi szinten, mint a lelki szinten, mint például, hogy akkor gazdaságilag, egészségileg, akkor mezőgazdaságilag kezd stabilizálódni, bőség lenni, szóval természeti szinten, és ugyanakkor emberek lelki szinten is fejlődnek. Szóval ez a kollektív karmájának mondjuk így korrekció, hogyha szentek vannak, vagy mindenki követi Isten törvényét. De ugyanakkor kollektív karma negatív, hogyha bizonyos helyen, országon, vagy földön emberek túl materialisták, és nagyon gondolják, hogy mi majd tudjuk, hogy mit kell csinálni, az a fontos törvény, ami ember találta ki, és tudás hiányába bűnös tetteket végeznek, akkor ezzel az ország karma is egységekből adódik, és akkor lesz vagy katasztrófa ezzel az országgal, vagy háborúba fognak szenvedni, vagy járvány, annyi sok minden negatív lehet. Szóval így a kollektív karmaval kapcsolatban. Igen, és mi volt a második része?
A második része az, hogyha lehet, tehát hogy van-e, amivel el lehet kerülni ezt a rossz hatásokat, a rossz karmát az életünkben? Elkerülni. Elkerülni, igen. Hát kerülni nem lehet végig, mint nem lehet valaki bűnös rabló, vagy valaki bandita egy országba, és akkor ellenségek is nem fog tudni elkerülni a bíróságot, szóval kerülni nem lehet. Inkább változtatni, az a helyes kérdés lenne, hogy lehetne változtatni ezen. Lehet. Persze, mert a karma nem merev dolog. Sőt, a karma az inkább figyelmeztetés, hogy rossz irányba megyünk. Ez lehet egyénileg, inkább az egyéniek mennek rossz irányba együtt. Akkor ez a kollektív negatív dolga. Rossz a kollektív karma. És akkor az lesz, igen, de csak miért van? Azért van, mint amikor a gyerek rosszat csinál valamit otthon, és akkor a szülő próbál kijavítani, és hogyha a gyerek magától nem tud, akkor nyomatékosan próbál üzenni neki, hogy változtasson meg, és hogyha nem működik, akkor próbál valamibe korlátozni a gyereket, hogy ébredjen fel, hogy ez így nem helyes viselkedni. De a szülőnek nem ez a mondjuk célja, hogy a gyerek szenvedjen, és akkor ő ezt élvezi, hogy na most én hatalmamat gyakorolom. Vannak olyan szülő, de én most normális szülőkről beszélek, egészségesekről, hogy akkor ők csak azért valamilyen korlátozásokat, kényelmetlenségeket gyerekeknek okoznak, mondjuk így, hogy gyerek értse meg, hogy az rossz irány. Vagy másik oldalról, hogyha valakinek van fájdalom. Mondjuk fáj a gyomra. Uh-huh. Ez egy jel, hogy lehet, hogy nem jó táplálkozol, rossz, nem azt teszel, ami jó a te szervezetnek, vagy rossz időbe, vagy mennyiség nem jó, vagy minőség nem jó, és kikerülni lehet, hogyha én eszek ilyen fájdalomcsillapítókat, vagy ilyen ételkiegészítőkkel, de helyesebb megtanulni, hogy hogy kell táplálkozni helyesen, és akkor elmúlik ez a fájdalom. Gyökerestől változik. Igen, de nem, de van, amikor már késő. Mint a van egy ilyen fogalom oroszoknál, vagy hát a repülő a pilóták között, most nem tudom magyarul ezt hogyan szokták kifejezni, de van egy ilyen fogalom, hogy vissza nem térő pont. Amikor mondjuk megy a repülő, és akkor valameddig el tud dőlni, és akkor még vissza lehet hozni. De valamikor túlmegy, és már nem vissza nem hozható már, és onnan le fog esni. Ugyanúgy a embernek a karmája, hogyha túlnyomja, és időben nem, mert mindig van figyelmeztetések, és általában figyelmeztetés mindig nagyon finoman kezdődik, történik. Ugyanúgy az egészséggel, hogyha picit fáj a foga valakinek, jaj, nincs rá időm, és akkor húzza az időt, és valamikor már műteni kell a fél arcát valakinek. De hogyha időbe elmegy, akkor nem probléma, akkor csak egy kis pici furás kell. Minimális javítás. Ugyanúgy, amikor már mondjuk most van a járvány, ez még visszafordítható. Uh-huh. Mert hogyha a több emberiség elgondolkodik ezen, és megpróbálja belül leolvasni, hogy itt ez nem csak valamilyen baktérium terjedés van, hanem ez egy figyelmeztetés pont arra, hogy nem jó irányba megyünk. És akkor, hogyha most valaki vagy emberiség ezt ébren fogadja, megfontolja, megérti, és megtanulja, mit kell változtatni az életemben,
akkor visszaáll a dolog, és jó. De mondjuk, hogyha nem, előbb-utóbb úgyis el fog múlni az a járvány, de ha nem tanultunk belőle, az nem jelenti, hogy látjátok, nincs is Isten, nincs karma, mert elmúlt a járvány. Nem változtatunk semmit. Igen, ez ugyanúgy, mikor az apja egyszer figyelmezteti, utána kicsit hagyja a gyerekét. De utána sokkal erősebb fog figyelmeztetni, szóval itt is lehet, nem akarok ijeszgetni senkit, és nem jósolok. Uh-huh. Ez nem, ne is legyen így, semmiképp nem akarok, hogy így legyen, de van egy ilyen esély, hogy ha nem tanultunk, akkor utána jön a következő figyelmeztetés, mondjuk atomháború. Na, az már visszahozni nem lehet úgy, mint most a járványnál, most csak egy kicsit karantén, és kész. Nem, mert utána minden mérgezett lesz, sugárzott, fertőző, vagy hogy hívják, ehetetlen, ez a valamilyen nukleális tél keletkezik, és mindenhol sugárzik, minden fertőző a víz, fertőző az ennivaló, szóval nagyon-nagyon problémás lesz. Szóval ezért a karma nem kerülni kell, hanem meg kell tanulni, ezért kell tanácsot kérni, magunktól nem tudjuk megtanulni, mert nekünk korlátozott most a logika, hanem a szakértőktől kell tanulnunk, hogy mit kell változtatni, hogy javítsam, vagy változtassam meg a karmán. Szóval így. De lényeg, hogy mivel ez karma az egy ilyen egyidőleg merev, és ugyanakkor rugalmas is. Tudunk változtatni. Igen. Is igen. Például a szemszíne nem tudjuk változtatni, mert ez már prarabdha karma, megnyilvánult, merev, vagy valakinek görbe a lába, vagy egyenes a lába, az már az a rész, ami merev karma. De van még olyan, ami nem a teljes mértékben megnyilvánult, az rugalmasabb, azt tudjunk. De fő, ahol lehet karmát változtatni, az a tudat, gondolkodás. Mert ezt materializálja a helyzetünket. Így. Uh-huh. Jó. Pár gondolattal ezelőtt mondtad a kollektív karmánál, hogy befolyásolja az, hogy milyen, mennyire jámbor tetteket végeznek az emberek, vagy hogy a szent személyek, a szent embereknek a jelenléte, vagy hát a mennyisége. És azt a kérdést is felvetheti bennünk, hogy ezek szerint akkor létezik valamilyen folyamat, ami úgymond jobbá teheti a karmánkat. Tehát, hogy te is mondtad, hogy javítani lehet vele, de hogyha létezik, akkor miért nem akarjuk ezt, miért nem tudunk róla, és miért nem akarjuk ezt tudomásul venni, és használni? Mi akadályoz meg minket ebben? Létezik. Hát van sokféle felfogás. Nem mindegyik helyes, hogy lehet változtatni a karmát. Valahol valamilyen rituálit csinálnak, ütnek a dobokat. Hát ez a dobütés, ez nem változtatja semmi karmát. Mert a karma az a tudat miatt van, nem a dob miatt. Akkor valahol még valamilyen rituálikat csinálnak, vagy vezeklés. Vezeklés az igen, mert ez a tápa. A szó tápa az azt jelenti tűz. De ez egy nagyon drasztikus vezeklés, amikor emberek erdőbe elvonulnak, és akkor nem, városban nem lehet változtatni a karmán. Így most egy ilyen nehéz utakat magyarázom. A városban nem lehet, de akik elmennek, és akkor lemondásokat végeznek, és az a tápa, az égeti a karmát. Vagy valaki szenved, az is égeti a karmát. Vagy valaki gondolja jó, van egy ilyen filozófia, karma kanda, ahol azt mondják, hát te jó, csináltál módba bűnöset, most csináljál a jámbort cselekvés, és akkor semlegesíteni fogsz a karmádon. De
a jámbor karma nem semlegesíti a bűnös karmát, hanem csak itt sorba beáll minden. Akkor most van egy korszak, amikor kapok a jó jámbor karmának a eredményeit, utána jön korszak, vagy időszak, amikor kapok bűnös karmának az eredményeit. Vagy keverve. Szóval ez se működik. A legjobb karma változtatás, vagy inkább nem a változtatásról van szó, hanem tisztítástól. És a védikus írások magyaráznak, hogy ha nem is, hogy tisztítás, ez egy dolog, de megtanulni úgy cselekedni, hogy nem csinálja a karmánat magának. Mert van háromféle karma, van vikarma, ez a bűnös tett cselekvés, akkor van karma, ez a jámbor cselekvés, amikor ha valaki így cselekszik, akkor jámbor eredményeket fog kapni, egészség, gazdagság, tudás, szépség, és így tovább. És van akarma. Ez olyan cselekvés, ami nem hoz létre következményeket, a karmát. És ez egy tudomány, ismernünk kell, mert például Isten, ő karma törvény fölött. És minden tett, ami Isten akarata szerint, vagy az ő elégedettségére van irányítva, az a karma. Annak nem lesz anyagi következménye a karmának. És miért? Mert Krishna, ő karma fölött áll. Ő kontrollálja a karmát. Minden olyan tett, az nincsen alárendelve a karma törvény alá. És amikor valaki ezt csinálja, akkor nem csak a karma, szóval nem csak olyan tett végez, ami nem hoz létre következményeket a jövőben, hanem tisztítja a múlt rossz és a jó karmát. Minden égeti el. Van egy ilyen mantra Padma Puránából, ahol erről beszélnek, hogy Aprarabdha Palampapam Kutam Bijam Palanmukam, hogy bármilyen, ami karmád már neked létezik, Aprarabdha megnyilvánulatlan, Prarabdha megnyilvánult karma többféle stádiumba, mert karma, amikor így aktiválódik, fejlődik belül, ha belőle, hogy legyen egy eredmény belőle, annak van egy fokozatos folyamat. Szóval minden folyamat, minden fokozaton karma, kráminájva prelieta, elpusztul. Mikor? Vishnu baktira tatmana, hogyha valaki szolgálja az Urat. Őt dicsőíti, szeretettel és tisztelettel. Inkább első ez a tisztelet, a szeretet egy kicsit később, ez túl magas. Nagyon könnyű nekünk beszélni szeretetről, de mi azt gondoljuk, hogy beszélünk Isten szeretetről, akkor már ez itt van. De mi próbáljunk igazából azt, ami nagyon tiszta, saját szintre lehúzni. Szóval attól mi beszéljünk, nem először, az első, ez a tisztelet és az alázat. Ez a kettő. Hogyha mi megnézünk bármilyen vallást, mindenhol ott kezdődik ezzel. Tisztelet, alázat, szolgálat, akkor ezt nagyon, ez a tapa, ez a vezeklés, ami égeti a karmát. És sőt, amikor valaki ezt gyakorol, akkor ez egy nagyon-nagyon jó belső elégedettséget, elégedettséget, egyensúlyt, harmóniát okozza. Hogyha valaki ezt kipróbál egy napot, csak ezt meg kell tudni, hogy mit kell csinálni, akkor fog tapasztalni egy kicsit más világot. Már rögtön belül. Ez egy nagyon csodálatos belső világot nyitja, hogyha valaki megtanulja, hogy kell cselekedni, és nem akar más, mert ő nagyon elégedett.
Jó, nézzünk tovább. Jó. Te egy gondolattal visszaugranék az elejére, ahol még így a személyes és a közösségi karmáról szólt a kérdés, hogy, hogy mi a lényege, tehát mi a mélysége, a fontosság, fontos különbség az egyéni és a kollektív karma között. Ugye sokszor mondják, hogy hát először változtass magadon, hogy ez valóban így van, tehát az egyén hathat a közösségre, a közösség az egyénre, hogy ez a karma szempontjából ez, ez hogy, hogy tud megnyilvánulni? Igen, hát mind a kettő irányba hat. Az egyén hat a közösségre, a közösség hat az egyénre. A közösségi szinten úgy lehet változtatni, hogyha közösség vállalja, hogy oktatás kezdődik minden a hallással. Srinvata svakatha. Szóval minden kezdődik hallással. Hogy halljunk, halljunk, mit kell csinálni, hogy kell csinálni. De a gyakorlat az mindig már egyéni szinten fog történni. De lehet kollektíval menni, de még akkor is, hogyha még kollektíval megyünk, csináljunk, a melletek, ha történjen belső munka mindenkinek külön, egyénileg belül. Mert csak külső cselekvés az nem fog hozni eredményt. Az csak legalább akkor, abban a pillanatban, amikor külsőleg valami jó dolgot csinálunk, akkor legalább akkor nem csinálunk rosszat. De sokáig nem fog ember csinálni, mert hogyha nem kapja azt a belső tapasztalatot, nem dolgozza belül, nem lesz bölcsebb, és csak érzelmekkel dolgozik, akkor egy idő múlva traumát is kaphat. És utána csak panaszkodik mindenkinek, hogy milyen rossz a világ, és mindenki rossz, és minden rossz. Azért kell, hogy legyen belső munka. Amikor van belső munka, akkor ember egy ilyen változás történik az életébe, hogy azt fog tapasztalni, hogy emelkedik a jó és a rossz fölött ebbe a világba. Hogy, hogy meg fog lepődni, hogy érdekes, hogy most velem olyan rossz dolgok történnek, hogyha most nem lennék ebbe a tudatállapotban, lehet, hogy már öngyilkos lennék, már kilátástalan lenne, de most nem zavar. Én mindig egyensúlyozott vagyok, és boldog vagyok, és nagyon nagy íz van, egy íz a alázatosságban, és így tovább, és így tovább. Szóval ez a egyéni munkából áll a karma változtatása, tisztítása, anélkül, hogy belül dolgozunk, az nem fog menni. És ezért mondjuk, hogyha mi megnézünk a szenteket, mint a védikus kultúrába, mint a keresztény kultúrába, minden vallásos kultúrába, ahol ami hiteles, és ahol őszinte gyakorlók voltak, mindegyik próbálta lemondásba menni egy kicsit, vezeklés életet élni, vezeklő. Miért? Mert akkor ő belül megtanul nem függni a külsőségen, most kaptam enni, nem kaptam enni, mit szóltak nekem, mit csináltak velem, hogy bántanak engem, és így tovább, hanem ő belül menedéket vesz az Úrnál, és akkor tapasztalja ezt a megvalósítást. Ezért ez belül kell, hogy történjen, és akkor fog tapasztalni, hogy mikor sikerül ezzel a vezeklés által, lemondás által sikerül elkapni ezt a, vagy kapcsolódni, vagy belépni ebbe a belső meditatív állapotba, akkor fog tapasztalni, hogy én följebb kerekedtem a boldogság és boldogtalanság a körülmények körül, mint megint, hát vonna Haridas Thakur ez a még 500 év ezelőtt, akit meg akarták büntetni, és megismerték 22 piac téren, mert egy másik, egy királynak nem tetszett, hogy ő énekel Hare Krishnát, de egy pillanatban nem volt zavarba. Ott volt a Jézus Krisztus, és több ilyen
mint nem is tudjunk, hogy mennyi ilyen szent volt, és lehet, hogy vannak, akik a belső munka által felülkerekedtek a szenvedések fölött. De nem ez a fő célunk. Ez csak egy mellékhatása. Jó? Ez érdekes volt, ami felvet egy kérdést, hogy hát, hogy van ez a karma, akkor hát ennek mi a célja? Ez milyen célból van, és kitől van? Mitől van ez a karma? Hát amikor teremtve van ez a világ, akkor abban a pillanatban a karma törvény szervezi az egészet. Itt van sok energia, sok törvény, de van egyik az a idő, ez a kála, ami irányítja mindent, a világot kontrollálja, ez az Istennek a képviselője, mert hogyan lehet megérteni, hogy Isten legyőzhetetlen, mert nem látjunk és nem értjünk, de itt van az ő közvetlen képviselője, az ő energiája, az idő, és idő legyőzhetetlen. Mi nem tudjunk lassítani, nem tudjunk gyorsítani, megállítani, visszapörgetni időt, nem lehet. Ez az energia, ami minden alá van rendelve neki, és a másik akkor ez a karma törvény. Na most a karma azért van, hogy az emberek egyik, ennek több oldala van. Az egyik oldala, hogy a egyéni lelkek tudjanak teljesíteni a vágyokat. Például élőlénynek vagy léleknek vannak vágyai, ezért a következő születés olyan lesz, hogy kapjon lehetőségeket teljesíteni a vágyokat. Mellette persze, hogyha múltkori vágyokkal nagyon-nagyon bűnt csinált, akkor mellette te kapsz lehetőséget teljesíteni a vágyokat, de ugyanakkor visszahatásokat is. Mert a világban kell, hogy legyen ez az egyensúly. És az egyensúly, ez a szeretet, önzetlenség, alázatosság, a irítségmentesség, dühmentesség. De amikor valaki a vágyai miatt, a probléma ott van, amikor ember kap lehetőséget vágyat teljesíteni, akkor megőrül. Akkor agresszív lesz, érzéktelen lesz, és akkor elkezd bontani egyensúlyat ezekkel a negatív tulajdonságokkal. És hogy ez nullára legyen véve, akkor következő életben megkapja visszahatásokat. Nem kell következő élet, valamikor rögtön, valamikor következő élet, és akkor megkapja ezeket a visszahatásokat. És a harmadik része ennek a karmának, akkor az egyik vágya teljesíteni, a másik, hogy amit kapsz, amit adsz, az kapsz, hogy legyen ez az egál, egyensúly. A harmadik, hogy ember ébredjen fel, tanuljon meg, hogy ő nem ebbe a világba való, mint egy egyéni lélek, hogy itt sose lesz boldog. Mert ebbe a világba a karma és az idő miatt minden ideiglenes. Ideiglenes a boldogság, ideiglenes a szenvedés. Adi anta. Ennek van, ebbe a világban van mindenek eleje és van vége. És az az ember, aki egy kicsit bölcsebb lett az életében, akkor ő ezt a karma törvény által kezd megérteni. Ezért van karma törvény, hogy ember kezdjen gondolkodni, miért szenvedek, miért nekem kell szenvedni, és kezdjen kutatni. A Tato Brahma Jigyasu, szóval lelki útra ébredjen a vágya embernek. Ezért van. És még egy arra, hogy hogyan teljesítenek a vágyok, például úgy, hogy amikor van a világ pusztítás, ami ez már nagyon sokszor volt és sokszor lesz, akkor minden élőlény meghal, mint a testének, de egy ilyen alvó állapotba kerül, de is karma is ott marad.
És a következő teremtéskor minden lélek a vágyai szerint fog kapni a testet, hogy tovább tudjon folytatni a vágy teljesítése. Ezért a védikus szentírások alapján, és már vannak tudósoknak ezek a megfigyelések a természetben, hogy nem először egy faj valamilyen létrejön, mondjuk egy amuba papucska, milyen? Papucs állatka. Utána papucskából lesz szandál, és abból lesz majd bakancs. Hanem rögtön, mivel lelkek az előző teremtés után, vagy pusztítás után, teremtés után várakozóban vannak, hogy folytassanak a vágya teljesítés, ezért következő teremtésnél mindenki kapja egyszerre. Egyszerre nyilvánul összes életfaj. Szóval így kapnak teljesítenek a vágyuk. De bölcsek, lelkek, ők látják, hogy hoppá, lehet, hogy lehet itt teljesíteni a vágyukat, de engem nem tudsz megvezetni. Ez egy valami nagy trükk, amikor tudjátok, adnak neked olcsó kínai valamit, ami hasonló a márkás dologra, és akkor valaki szeret lenni megvezetve, megvásárol, utána kész van tőle, kidobja, mert rögtön összetörik, de holnap megint, és megint, és megint meg lesz vezetve. De bölcs ember tudja, nem, engem olcsósága, ne beszélj meg. És ugyanúgy itt is a bölcsember, ő nem akarja úgy élni, hogy mindenki. Csak menni automatikus karma a labirintusba tévedni. Jó? Nem tudom, mi van még? Most az jutott eszembe, hogyha ez egy ennyire fontos tudás, mert nekem úgy tűnik, hogy a karmával hétköznapokban sűrűbben találkozunk, mégsem tanítanak róla az iskolákba, tanították a színusz meg a koszinuszt annak idején, de minden kanyarban nem számoljuk ki, hogy most akkor hogy van, mint van, és milyen színusz, milyen szögfüggvény, de miért nem tanítják akkor az iskolákban, hogyha ez ennyire fontos és mindennapjainkat meghatározó törvényszerű és univerzális törvény? Mert mi most egy ilyen korszakban élünk, Kali Yuga, Kali korszak, vagy Vas korszak, ahol minden degradál, nagyon materializálódik a tudat, és emberek zavarodottak, és hogyha materialisták oktatnak, vagy nagyon kemény élvező vágyok emberek tanítják, vagy vezetnek, akkor őket zavarna lelki dolog, mert ott ember inkább lemondja a fölösleges dolgokról, és ekkor kezdenek félre vezetni. Én csak egy példát mondom, hogy volt a Szirofim Szarovszki, egy ilyen orosz szent, hát 700-as években, és amikor jött a Katerina királynő, vagy Szárjevna király, Katerina, Jekaterina, oroszul úgy mondják, ő meg volt szállva ezzel a végtelen élvezettel, és akkor az ő időben nagyon, viszont nem kellett kommunizmusnak történni, hanem már ott bezárták sok kolostort, a szenteket, csak mondtak ezek a papók, az csak ilyen ingyenevők, meg minden. Természetesen, hogyha sok van, akkor lehet, hogy nem mindenki őszinte, de mi mindig, szóval teljesen akarták megakadályozni, és volt egy miniszterje, aki meg akarta szüntetni, és azt mondta, az egész Oroszországban csak 3 kolostor maradjon, mert minek fölösleges. Miért? Mert nekik megértés nem volt, hogy mi az élet célja. Hogy én kell, hogy az élet célja az lelki fejlődés. Nekik nem volt ez a megértés, hanem ők azt gondolták, hogy azért van világ, hogy élvezem, facsarjam ki a világból utolsó cseppért az élvezetet. És ilyenkor alakítják a tudást arra, hogy hogyan tudjunk megtanulni egyre jobban élvezni.
és akkor materialista tudományt fogunk hozni. Mert Isten akadály. Ezért, hogyha valaki akarja nagyon minden vágyat teljesíteni, neki jobb, hogyha elfelejti Istent. Uh-huh. És akkor hogyan felejteni lehet Istent, amikor kezdesz mondani, Isten nincs. Nincs. Meghalt, nem létezik. Vagy a darwinizmus időben akkor nem volt. Darwin nem mondta, hogy nincs Isten, mert akkor rögtön leégették volna a tűzön, mert nagyon vallásos korszak volt, de azért inkább mondta, igen, van Isten, megteremtette világot, de ránk bízta az egészet. Magára. Igen, magára hagyta, ő megcsinált, és akkor nem foglalkozik ezzel. Akkor mit csináljuk? Neki nincsen semmi köze hozzánk, nekünk ugyanúgy nincs köze hozzá, ezért csináljunk, amit akarunk. És akkor hopsz! És erre gyorsan mindenki felvette ezt a szép filozófiát, mert akkor tényleg lehet élvezni, akkor Istene, mert régen emberek tudták, hogyha valakinek volt is a vágy, akkor egy kicsit kontrollálta, és akkor fegyelmezett ember volt. De amikor volna egy ilyen filozófia, hogy nincsen Isten törvény, nincsen semmi, akkor ember már nem lesz fegyelmezett, és akkor bűnbe fog esni. És mi történik? Ilyenkor legyengül. Tehát nézzük meg, most mindenki zavarba van. Most ahhoz, hogy valakit megsértsünk, hát nem kell semmit mondani. Még neki is, ugye. Nekem is van, amikor nem, senkit nem bántom személyesen, de van, amikor írnak kommentekbe, olyan meg vannak sértődve. Valamikor ember mandasu mandamata jó. Zavarodott leszünk, nagyon gyengiek leszünk, mindig félünk, izgulunk, fájgyomorunk, idegesek vagyunk. Na ez ennek a materializmusnak a hatása, hogy embernek nincs belső tartalma. Ez mire mondtam? Uh-huh. Jó, ez érdekes most. Közben nekem az jutott eszembe most is, ahogy beszéltél így szent emberekről, meg az elején is, hogy lehet olyat mondani, hogy vannak kivételek a karma alól, akire nem hat, vagy úgy egyetemesen mindenkire hat a karma, vagy vannak kivételek? Vannak kivételek, természetesen. És a kivételek azok a szentek. Azok a szent emberek, akik az egész életét, összes sejtjét, porcikát Isten szolgálatára szántak, mások szolgálatára szántak, azok a nincsenek karmatörvény arra rendelve. Sőt, azok fel vannak hatalmazva az emberiségnek a karmáját magára vállalni. Hogy enyhítsen az ember, mert túl nagy a karma miatt súly, embereknek nehéz elindulni lelki fejlődésbe, és ezért jönnek a szentek, és akkor magára vállalják, hogy a népnek könnyebb legyen elindulni, megváltoztatni. Igen, szóval ezek a különleges személyek, igazi szentek, nem, nincsenek karma törvény hatása alatt. És kicsit most elkanyarodunk így másfelé, karmánál maradva, hogy így eddig beszéltünk az emberekről, az emberiségről, közösségről, hogy a karma törvénye ez csak az emberekre vonatkozik, vagy más élőlényekre is. Nekem ugye az jutott eszembe, hogy ott vannak például az állatok. Akkor most az állatok, akiket visznek a vágóhídra, akkor nekik az a karmája, hogy rájuk is vonatkozik, vagy ez hogy van? Egy szempontból igen, mert egy lélek csak úgy nem kapja egy állati testet. Ez egy karma. Nekem voltak ilyen-ilyen vágyaim, ami lehet, hogy emberi testbe nem tudtam teljesíteni, akkor kapok egy állati testet, és ott fogok teljesíteni ezeket a vágyukat. Ezért ez egy karma. A különbség az, hogy az a lélek, amelyik emberi testben van, ő neki van szabad akarata. Ő tud dönteni. És ezért, mivel van szabad akarata, tud dönteni, ezért teremti magának karmát, újat, jövőre. Az állat
állatnak a szabad akarata nagyon korlátozott. Ez olyan mit jelent? Ez azt jelenti, hogy tehén ő nem fog rohangálni egy antilopa után és megenni. Ember tud vagy vegetariánus lenni, vagy húsevő lenni, vagy mind a kettő, de tehén nem, ő füvet fog enni. Az a szabad akarat, hogy most melyik legelőre megy, melyik füvet eszik, és kész. Ennyi. Ezért ő nem szegi meg a törvényt. És ezért nem csinálja magának karmát. Ő csak ledolgozza. Szóval az a lélek, ami mondjuk tehén testbe került, akkor az a karma szerint megvan adva, hogy mennyi ideig le kell teljen ebbe a testbe. És van, amikor vágóhídra megy, vagy beteg lesz egy állat, annyi sok beteg kutyák, vannak a szapornica, parvovírus, meg ilyenek. Minden állatnak van valami. Ez a karma. Így van. És mennyi, hány évig fog tölteni abba a testbe, vagy hányszor ugyanabba a testbe, az is a karma meghatározza. De ott csak a költi, leéli a karmát. Amikor állati testbe került, akkor csak fogyasztani ezt a karma a tartalékát, mondjuk így. Az ember az fogyasztja is, és növekvés, fizeti be a számlára is. De az állat csak fogyaszt. Szóval így a karma. És például minél, mint a van az emberi törvények is, amikor amennyire súlyosabb a bűnöző, annál korlátozottabb lesz a büntetése. Először valakinek mondják, jó, akkor te most megszegtél ezt a törvényt, akkor 20 000, 100 000 vagy 50 000 forint büntetés. Ez korlátozza a szabadságokat, mert ezt a pénzt már nem tudsz fagyra költeni. Hogyha súlyosabb, akkor nagy korlát, akkor mondjuk több millió. Még súlyosabb bűn, még jobban korlát, akkor lehet, hogy nem tudom, hogy mondják, szobafogság, vagy hogy szoktak mondani, amikor így olyan börtön, ha nem kell börtönbe ülni, hanem kapsz egy bilincset a lábára, egy elektronikai, és házi akkor ott őrizet, házi őrizet, és akkor nem börtönbe vagy, hanem házba. Uh-huh. Akár saját házba, és nem lehet kimenni. Az is szabadságkorlát. Még súlyosabb bűnt, és veszélyt jelentettél a társadalomba, bezárják a börtönbe. És hogy még ott se tudsz viselkedni, akkor ott jobban tudnak korlátozni, akkor még magáncellába zárják. Szóval így korlátozza ugyanúgy az állatokkal. Hogy attól függ, hogy mennyire az egy, hogy milyen a vágyaid, és mennyire nagy bűnt követél el, annyira korlátozott lesz a szabadság. Például azok az állatok, vagy élőlények, nem mondjuk állatok csak, amelyeknek nincsen szája, nincsen szeme, lába, nem tud mozdulni, az a legkorlátozottabb, mondjuk egy fa. Ez egy léleknek a büntetése. Akkor annál kevesebb korlátozott már az, aki legalább tud mászni. Lehet, hogy nincs szája, nincsen szeme, mint a giliszta, de tud mászni. Nem tudom, hogy eszik a száját, nem láttam neki. Hát az egész test, ez egy nagy nyelv. Akkor annál magasabb, kevésebb korlátozott, akinek már van szeme legalább. Ugye már látni is tud, ez már kevesebb korlátozott, mikor valaki nem is lát semmit. Annál még kevesebb korlátozott, fejlettebb, tudatú, akinek már van keze, lába, vagy csak lábai. Akkor, és akkor itt tovább, és itt tovább, és itt tovább. Szóval itt is vannak kategóriák, hogy hova a lélek fog kerülni, és ott, ahogy mondtam, már mint a ember börtönben nem csinál karmát, vagy új éveket, hogyha nem próbál szökni, és elkapják, akkor tudnak meghosszabbítani,
de amúgy úgy csak úgy lett kell telni ennek az ideje, amit bíróság kimondta, ugyanúgy itt is az állati testbe, amikor kerül valaki, akkor azt az időszakot le kell tölteni. Uh-huh. Jó? És még egy kicsit maradva az állatoknál, tehát ugye említetted, hogy az állatok azok csak úgymond ledolgozzák a karmát. Uh-huh. Ugye az emberi testben, az emberi létformában van az, hogy gyűjtjük is, meg ledolgozzuk is. És akkor ez egy törvényszerűség, hogy ugye a lélek, hogyha állati testbe kerül, akkor ő mindig megy feljebb, és egy idő után lesz ember. Tehát az állatoknál nincs, hogy most visszamegyek, és akkor egy alacsonyabb rendű állatként folytatom tovább, az csak az embernél van az, hogy visszakerülhetek esetleg állati testbe. Igen, emberek csak ők tudnak, hát úgy van, hogy egy folyamat, most nem akarok elmondani milyen, de van egy folyamat, uh-huh. amikor egy léleknek emberi testből kell süllyedni, akkor egy folyamaton átmegy, ahol le lesz tompítva a tudat. Mert van egy jogos felvetés, hogy amikor már lélek emberi testbe került, az már nem lehet állat. Jogos, mert lehet látni a tudat különbség, de van egy folyamat, ahol a tudatot bezárják. Ledegradáltatják a tudatot, bezárják, letompítják, összeszükítik, és akkor csak, mert az így van, hogy ilyen emberi tudata nem tudsz, nem lehet kerülni egy növényi testbe. De, és akkor úgy van, hogy nem fokozatosan megy, hogy nem elmegy egy ilyen folyamaton, átmegy a tanfolyamon, a tudat zárja a tanfolyam, becsúszik, és akkor elmegy a legalacsonyabb, ami neki jár. Akár egy sejtőbe uh-huh. elmehet a lélek, és akkor onnan már csak fölfele. Lefele nem, mert nem csinál bűnt. Uh-huh. Ők csak telnek az időt, és ők Isten törvényt nem szegnek meg. Mert a tigrisnek az éltelbe megvan adva az antilop. És ez nem bűnt neki. Uh-huh. Neki ez. Mert ez a vágya volt léleknek enni húst, akkor tessék, itt van egész életben csak az egyé. Lesz a tigris, és akkor eszel. És ezért ő az a lélek, az csak följebb megy tovább. Mert nem szegi, mert ez az Isten törvényei, az állatok, amit élnek, és akkor ők betartják. Ezért korlátozott a szabad akaratot, nincs szabad akaratába megszegni Isten törvényt. Ez csak az emberi testben van, ez a szabadság. Ez a lehetőség. Lehetőség. Ami lehetőség. Sokan próbálnak is. Igen. Ja. Jó, ez így jó. Aztán van egy olyan kényes dolog, ami így felmerül a karma kapcsán, hogy jó, azt ugye úgy nagyjából elfogadjuk, hogy ahogy haladunk az években előre, akkor igen, teszünk rosszat, teszünk jót, és akkor elkezdünk szenvedni. De mi van a kisgyerekekkel, az újszülöttel, aki mondjuk lebetegszik, vagy esetleg meg is hal már egy újszülött, akár pár hónaposan, pár évesen, hogy akkor szokták mondani az emberek, de hát ő neki még bűnese volt. Akkor az ő esetükben ez, hogy szól ez a karma törvénye? Mielőtt válaszolok, akkor természetesen azt szeretnék mondani. Most itt nézem, most itt megy ez a mikrofonunk. Ó, lehet, hogy ment két mikrofon. Egy-kettő. Ott megy most, jó. Csak még egyszer. Aha, nem ment. Jó, szuper. Szóval, mielőtt válaszolok, elsősorban nem szeretnék érzéktelennek, kegyetlennek látszódni, mert természetesen, amikor valakinek valami történik gyerekkel, beteg, meghal, vagy rokkant lesz, vagy valami, rokkant lesz, vagy bármi szeretlenség, szerencsétlenség történik, az bizonyára nagyon rossz. És ezzel mindig együtt kell érezni. De ugyanakkor mellette is jó látni a színpad mögött,
hogy természetesen igen, gyerek, aki előző életben már élt, és ő már beprogramozta magának a következő életét, mikor már fejlődik anyja méhébe, a program már megvan, és a testnek a fejlődése az már a finom szinten lévő program alapján épül fel. Akkor felépül egy olyan program alapján, hogy mondjuk már megszületik, és valamilyen szerv nem működik. Vagy nagyon rövid ideig fog működni. Akár szív problémával. Annyi sok. Igen, és ez egy nagy-nagy fájdalom szülőknek. Ez attól, hogy van ez a tudásunk, attól nem szabad fatoskonak lenni, és akkor, mert ez egy fájdalmas dolog. Mert a szülőnek látni, hogy hogyan szenved gyerek, az a legnagyobb szenvedés. De lássunk még mindig a mögötte. Fel kell, hogy a bölcs, ez amikor mind a kettőt lát. Nem az a bölcs, aki mondja, hát ez a karma. És akkor ilyen érzéktelen. Nem, a bölcs az egyidőleg látja, hogy ez milyen szerencsétlen dolog, és mennyire fájdalmas, és ugyanabban az időben látja, hogy ennek van oka múlt, valamelyik múlt életnek. Megoldás, hogyha mi elfogadjunk a tudást, és mi is és példát mutatunk, és segítünk a másoknak megérteni, hogy hogyan működik, és mi az életnek a célja, hogy kell úgy élni, hogy ne legyen rossz karma, hanem inkább lelki fejlődésben részesünk, akkor megszűnnek ezek a problémák, hogy gyerekek szülessenek ilyen nagy nehéz egészségi problémákkal. Úgyhogy mi megnézünk, akár még csak egy pár száz évvel ezelőtt, hogyha megnézzük a statisztikát, akkor sokkal kevesebb problémával születtek a gyerekek, mint most. Azért, mert akkor az emberek jobban, tisztább életet élték. És most mivel relatív minden, azt te mindent csinálhatsz, amit akarsz, akkor ez egy problémát fog okozni, mert az Isten nem relatív. Isten ő abszolút igazság, és élni kell, nem szabad relatív. Ez azt jelenti, hogy csak a szemeltapításra élünk, hanem mindig kell, legyen egy induló pont, amihez minden mérni kell. Igazítani ez a koordináta, ez az Istennek a törvényei, az ő tanításai. És hogyha mi tanulunk együtt így építeni az életünket, akkor rögtön elégedetek leszünk, mert ma van egy kapcsolat Istennel, rögtön boldogság belül van, még hogyha nincs is még szeretet, de akkor is. És a jövő biztosítva van, hogy nem lesz betegség, legalább aki gyakorol, annak biztos, és sőt, sokszor, amikor a ülei szentek, akkor nem tud születni szülőknél egy ilyen gyerek, mert a szülők, akik nem szentek, ők bevonzanak bajt, szerencsétlenséget. És amikor nem zenek gyereket, akkor megvan megfelelő tudat, mert az a gyerek, aki meg fog halni, vagy betegen fog születni, az nem csak egy ilyen kocka, hogy hogyan dobott a kockát, hanem azonos tudatú szülőknek a méhébe kerül, és akkor családban megszületik. De mikor van tiszta élet, szent, akkor dharma rakshiti rakshita. Akkor ez a lelki dharma megvédi ezt a családot, és a hiba, ilyen lélek, ami hibás programmal rendelkezik, csak akkor születik, hogyha van egy feladatuk szülőknek. De úgy, hogy szenvedjenek, az nem fog történni. Ezek a trükkök, törvények. Uh-huh. Jó? Tehát akkor bennem egy kérdés így megjelent a fejembe, hogy akkor tulajdonképpen, hogyha egy gyermek így betegen születik, egy csecsemő, akkor igazából az nem a szülőknek a hibája, de bizonyos fokig meg
mégis a szülőnek a hibája. Tehát, hogyha a szülők mondjuk jámborabb életet élnek, egészségesebb életet élnek, akkor egészségesen születik meg a gyerek. Ez is fekete-fehér. Mert persze van egy ilyen probléma, hogy mindig valamilyen lónak a túloldalát csináljunk. Valamikor mondják, hát ez gén. Genetikailag a szülőktől örököltél ezt a betegséget. Nem feltétlenül. Általában nagy rész ezt mi maguknak okozunk. De szülőink is lehet tudnak okozni. Például, hogyha az anyuka, mikor terhes, akkor dohányzik. Nehéz dolgokat csinál. Mindig ideges, kiabál. Hogyha az apja, mikor anya terhes, akkor nagyon megveri a feleségét, és így tovább. Akkor gyerek betegnek fog születni, meg meghal, vagy elvetélés, annyi sok lehet. Szóval itt nem lehet mondani, csak a gén örökölés miatt van, vagy csak a gyereknek a karmája, hanem kollektív lehet. Lehet ezt is, lehet azt is. De viszont, hogyha mondjuk szülők szent életűek, akkor ez azt jelenti, hogy nem hogy az ők hibájuk, hanem ők meg vannak védve, hogy oda nem kerül egy ilyen lélek, mikor nemzenek, mert ők csak egy tiszta tudatban nemzenek a gyereket, akkor csak egy azonos, tiszta, tudatú, egészséges, csodálatos lelket bevonzanak. Oda nem tud bekerülni egy másik lélek, ami hibás. Hogyha nem, az úrnak valami a terve. Még itt is kell lenni kis, de. Nagyon fontos. Ez így működik, nem, hogy valamelyik végletbe kell nekünk merülni. Uh-huh. Jó, köszönjük. De nagyon legyünk érzékenyek. Kisgyerekekre, akik szenvednek, mert nem lehet a te karmát, nem, legyünk nagyon érzékenyek, és segítünk, adjunk szeretetet nekik, támogassunk a szülőket, akiknek nehéz sorsa ezekkel a gyerekekkel. Ahogy mondtam, szóval ez nagyon fontos, de fontos is látni messzébb egy kicsit, mi van mögötte. De ugyanez a látásmód akkor ez segíthet abban is, hogy megint megmaradva ennél a fonálnál, hogy egyén és a közösség, hogyha nem csak a gyerekekre nézünk így, hanem a felnőttekre is, hogyha családban, akár a közösségben valaki van, akinek mondjuk mi ismerjük a karma törvényét, vagy hogy mi működik, és akkor így segítően próbálunk viszonyulni a másik személyhez. Nem az, hogy na, ez a te karmád, akkor itt van a púp a hátadon, akkor viseld, hanem akkor próbálni együttérzővel lenni vele. Tehát ez nem csak a gyerekek esetében vonatkozhat, hanem ez segítség lehet azoknak, akik ilyen nehéz helyzetben vannak. Úgymond. Igen, hát erről beszél a Teréz anya, hogy kértem Isten szeretettet, és Isten mondta nem. És mit csinált helyette, mikor azt kérte, hogy szeretettet, az helyett csak gondterhelt embereket küldött hozzám. Rossz karmával. Hogy megtanuljak szeretni. Szóval nekünk most mi az a probléma, hogy mi most olyan világban élünk, ahol nagy, saját családomra még érzékeny vagyok, de másokra semmi. Mert érzékenyek lennénk, akkor már régóta bezártak volna összes mágóhídot, mert senki nem evett volna a húst, mert érzékeny az állathoz. Tehát nincs semmi, nulla lelkiismeret, nulla semmi. Szóval kihalt. Az a probléma, hogy nekünk most kihalt az az égi érzékenység. Ezért fontos gyakorolni. Akik szenvednek, akkor próbáljunk érzékeny lenni. Nemrég egy videóban meséltem, hogy találkoztam kettő nap között egy fiatal hölgyel, aki dolgozik egy családnál, akiknek korlátlan kreditkárt van, hogy annyit élvezen, amit csak akarsz, és annyira érzéktelennek lették azok, annyira boldogtalanak, az életnek a
értelme, csak költsenek a pénzt, ami már nem tudnak mit csinálni, mert mindmert nagy hangárokban vannak a cuccai, ami nem is használják, és olyan érzéktel úgy tudnak megbántani másokat, szóval rosszabb, mint egy tárgyal beszélnek. Ezért gondterhes emberek körülöttünk tanítja minket kegyességre. Amikor mi beszéljünk a szeretetről, és nem szúrol meg a szívem, hogy mikor mondjuk állatot megölnek, akkor milyen szeretetről beszéljünk? Mert kőszívű. Szeretet, érzelem, érzékenység. Ez azt jelenti, hogy először, hogyha akarok, hogy tényleg legyen szeretet, először meg kell puhítani a szíved. És kell gyakorolni, érzékeny lenni másokhoz, nem csak a saját magukhoz, mi minket ugyan gyorsan meg lehet megsérteni, mi annyira érzékenyek vagyunk. Ez azt jelenti, hogy nagy az ego. Tudjátok, hogy elefántnál akar nagy állat, de a legérzékenyebb része ez a bőre. Ugyanúgy nálunk, mi nálunk az ego akkora nagy, mint egy elefánt, és nagyon érzékeny, mert nem kell sokat nekünk, hogy érzékenyüljünk, hogy mit csináltak velem, de másokhoz nulla érzék. Mi rögtön vádoljunk, hogy ő milyen érzéktelen felém. Ezért kell tanulni másokat, mások iránt érzékeny lenni, kegyes, együttérző, ez puhítja a szívünket. És csak utána lehet beszélni a szeretetről. Mesélték, hogy azok, akik a Teresa anyjánál, ő ugye Indiában volt, és akik vele kapcsolatban voltak, hogy ő hogyan ment, és ott szenvedő, haldokló lelkek irányt oda ment hozzájuk, látogatta minden nap, és olyan szeretettel, együttérzéssel beszélt, hogy még a haldokló ember is érezte felszabadulást, mondjuk. Ennélkül nem lehet beszélni lelki életről. Miért mondjuk sokszor mondja, megint krisnások koldulnak az utcán. Nem koldulásról van szó, hanem mi megkaptunk ezeket a könyveket, ami meg tud változtatni a karmát, és mi próbálunk gyakorolni, mikor kimegyünk az utcára, együttérzés, érzékenyek lenni minden élőlényhez. Próbálni terjeszteni, adni lehetőségeket másoknak. Ez egy gyakorlat. Mert miért papok és szentek prédikálnak? Mert ők gyakorolnak együttérzést. Nem csak bezárkozik saját lelki világban, otthon, barlangban is boldog. Jézus nem csinálta ezt, hanem ment. Gyakorolt, és küldte a követőket, ugyanúgy Srila Prabhupád jött, ő ott hagyta a könnyű, ő Vrindávanban, egy ilyen lelki városban élt, és 70 éves korban csak ott hagyta a legjobb helyet, és elment őrült Amerikába, és ott próbálta együttérző lenni. Mi is ezt csináljuk, és mindenkinek kell csinálni. Gyakorolni együttérzést. Puhuljon a szívünk, és mások iránt, gyerekek, mások emberek. Fájjon nekünk, amikor látjuk, hogy mások szenvednek. De ugyanakkor lássunk a karmát, ami okozta ezt. Szóval ez egy ilyen komoly munka kell, hogy legyen. Puha lesz a szív, akkor már lehet közelíteni azt a szót, nem szeretete, csak a szót. Szeretet. Okay. Így jó? Válaszol? Igen, ez jó. És így végezetül most nagyon sokakat foglalkoztat. Jött egy ilyen kérdés is hozzánk, hogy a karmát végignézze, bár az elején már volt róla szó erről a mostani helyzetről, a járvány és a karantén, az összes többi, hogy ugye, hogy ott említetted, hogy ez egy bizonyos fokig a közösségnek, az emberiségnek egy ilyen a karmájának az eredménye, hogy nem jámbor tetteket végzünk, hanem más tetteket, hogy mi az, amit tanulhatunk ebből a helyzetből, hogy elkerüljük ezeket a hasonló helyzeteket. Keresünk hiteles lelki tanítómestert. Magunk
nem fogunk tudni megtanulni sokat. Maximális. Itt a Arjuna nagyon jó példa a Bhagavad Gita-ban, hogy ő próbálta megoldani. És ő is tanult, nagyon tanult volt, sok védikus írás, minden tanult, sok bölcsességet tanult, de ő gondolta, hogy majd mindjárt én megoldom. És akkor egész első fejezet pont erről beszél, hogy egy krízisbe került, depresszióba Arjuna, és gondolta, ott volt mellette lelkitanító mester, Isten, és várt. És akkor ő, majd én, várj, hogy én? És próbálta, és akkor látta, hogy gyakorlatilag nekünk kevés az intelligenciánk. És ez kell alázatosság erre, hogy elismerni magunkba, elfogadni, hogy én nem tudok mindent. És ahhoz a ment-ment intelligenciával följebb, és mikor kijött az embernek az intelligencia csúcs, legmagasabb fokozat, amit lehet, Isten nélkül, hogy azt értette meg Arjuna, hogy én nem értem. Én nem tudom. Ez egy jó, amikor én nem tudom. Én azt tudom, hogy én nem tudom. Ez egy alázatos személy, akkor ő fog keresni egy hiteles lelkitanító mestert, és ő fog segíteni kijutni a labirintusból. Maguktól, ameddig nem jövünk addig a magas szintig, hogy én tudom, vagy nem tudom, meddig mondom, tudom, most így, és hogy akkor még nem vagyok a legmagasabb szinten a intelligencia, akkor még fogok egy kicsit menni, sétálni, menni, köröket csinálni. Tehát ez a kiút akkor, ez a lehetőség, hogy meg kell változtatnunk. Igen, mert Arjuna is mondta, amikor mondta, Karpanya dosa pata svabhava pricsamit vám dharma samudhacita. Azt mondja, hogy én miután ennyi sokat gondolkoztam, és próbáltam megoldani, én egyre jobban megzavarodtam, hogy most mit kell csinálni, zavarba jöttem, mit kell tennem. Mert egyik szempontból ezt kell csinálni, de ennek ez lesz a probléma. Inkább akkor ezt kell csinálni. Igen, de ez pedig ez a hiba. És akkor mondja, akkor már kérlek, és azt jelenti, hogy én már mondja, sadhi mam tvam prapannam. És akkor mondja, kedves lelki tanítőmesterem, taníts engem. Mondd meg nekem egyértelműen, mit tegyek, mit csináljuk. Ez a megoldás. Ugyanúgy, mint adsz a gyereknek egy papír, és akkor ceruzát, és akkor na írjál levelet, akkor elkezd krickracolni. Én emlékszem. Én óvodába jártam, és akkor nagy okost játszottam nagyapámnál, az orosz nagyapámnál. És emlékszem, hogy csak így csináltam, olyan hullámokat így rajzoltam, és mutattam, írtam valamit, nem tudtam, és én mutattam, hogy ez, ha gondoltam, hát ha eltalálom véletlenül szavakat, de semmi egy betűt nem találtam el. Addig, ameddig nem mondtam, hogy akkor mondd meg, hogy taníts meg engem, hogy milyen betű, mit jelent, hogy kell csinálni. Addig nem tudtam rájönni. Rajzolgattam, írogattam, próbáltam, órákig csináltam, és mindig mutattam, és semmi, nulla eredmény. Szóval ameddig mi maguktól próbáljunk kimászni a labirintusból, nulla eredmény lesz, nem? Sőt, gyereknek nekem nulla eredmény lett, de az ember, felnőtt ember rossz karmát csinál, és én még azzal, hogy próbál jó szándékkal megoldani az életet, akkor még pokolba is ki lehet kövezni az utat. Óvatosan kell lenni. Igen, felnőttként meg vagyunk győződve, hogy tudjuk, mit írunk, és tudunk, mit csinálunk. Igen. Mert egy kisgyerek még ugye nem tudta. Igen. Felnőttként meggyőződésünk, hogy igen. Az jó, amit én... Igen, ott legalább annyi volt, hogy én legalább próbáltam ellenőriztetni. De felnőtt ember sokszor gondolja, hogy nem kell, én ki jobban, senki nem tud nálam, én tudom, hogy jót csinálom. Gyerek legalább próbálta feedbacket, és akkor nagyapám mondta, hogy semmi nem jelent. Na, akkor még próbálok, akkor most így rajzolok, úgy, és akkor így... nem. Ez jó. Próbáljuk ellesni, mit kell csinálni. Elszaladt az idő, végére értünk a kérdéseknek. Hogy egy olyan dolog jutott nekem eszembe, hogy így végezetül
hogy tudnál-e valami olyasmit mondani, ugye itt elhangzott, hogy hogy kerülhetjük el ezeket a helyzeteket, tehát hogy tudunk élni a karmával és jobbá tenni a karmát. Tehát így búcsúzóul tudnál-e olyat mondani a résztvevőknek, a nézőknek, ami mint egy ilyen utibatyú, ami hasznukra válik, és hogy akkor kicsit másképp tudják folytatni a napjaikat mondjuk holnaptól, ha reggel felkelnek. Legjobb, hogyha kicsit komolyabban veszünk, hogy élet ez így el fog múlni. Nagyon gyorsan elmúlik az élet. Akkor mi volt? Mi volt az értelme? Szóval, hogyha valaki holnap felkel, akkor legyen ez a kérdés. Miért születtem? Mi az én életemnek az értelme? Minek élek? Hogy meghalljak, hogy csak szerzek el házat, autót, pénzt, vagy gyerek legyen, és utána úgyis mindenki meghal. Akkor miért, miért? Ez a kérdés. Ez legyen a Tato Brahma Jigyasu. Ma akkor akinek van ilyen nyitott kérdés, és sose adja fel, akkor ki fog mászni. Ez garantált. És ez egyszerűbb tanács, az mindenki meg tud csinálni. Nem kell babonázni magát. Hogyha nem értesz, mi az élet értelmes cél, akkor bármilyen talizmánokat, mantrákat felreállhatsz, nem tudom, mit csinálhatsz, semmi nem oldja meg. Ezért a gyökeret kell kezelni. A gyökér, miért születtem? Mi az élet értelme? Ez a gyökér. Köszönjük szépen. Megnézem itt valami Facebookon. Mindig elfeledek, mindig. Most hát van valami jó kérdés. Isten kegyéből nem felejtettem el. És akkor van a pár komment, de kérdés nincsen. Pedig szoktak lenni onnan is jó kérdések. Igen. Megnézem, hogy minden kérdés, vagy a mindenre mutat. Hát... Lelkesítjük is a hallgatókat, nézőket, akik vagy élőben nézték meg, vagy utána, hogyha kérdés van, akkor nyugodtan kommentekbe lehet írni, és későbbiek során esetleg kaphatnak választ, akár egy ilyen élő közvetítés során, vagy akár ott mindjárt a kommentbe, tehát nyugodtan, bátran lehet kérdezni. Igen. És hát köszönjük akkor, hogy velünk voltatok, és hát folytatódik, mert hát folytatódnak, ugye? Tehát most itt találkoztunk, de a Tudatos Életmód Baktipárdászal oldalon folytatódnak az online közvetítések, gondolom, tehát azt érdemes így követni mindenkinek. A mi kis csoportunkban, a Mantra műhelyünkön is folytatódik az élet, próbálunk élni, és lehetőséget adni úgy is, hogy ilyen online bejelentkezések vannak csak. Igen. Mantra műhely, ez a Szombathelynek a műhelye. Igen, Szombathelynek a műhelye, és most azért van egy ilyen kis közös koprodukció. Igen. Közös szervezés, közös rendezés. Köszönjük szépen ezeket a jó válaszokat. Köszönöm én is. A jó kérdéseket is, és akkor majd találkozunk legközelebb. Igen. Köszönjük szépen. Nekinek szép estét kívánok, és legyen mindenki sikeres az élet során. Köszönjük szépen. Hare Krishna.